Egy kis művészet. Az Arnolfini házas pár Jan van Eyck egyik leghíresebb műve. Magát az esküvőt mutatja be. Giovanni Arnolfini egy Brüsszelben lakó olasz kereskedő. Jövendőbeli asszonya kezét fogja. Giovanna Szenami alázattal és gyengédséggel tekint vőlegényére. Giovanni felemelt kézzel készen áll az esküre. De hol van a pap és a házasság tanúi? Erre a kérdésre a hátsó falon lévő tükör adja meg a választ. A pár mögött látható a két tanú, egy férfi piros ruhában és egy másik kékben. Aki maga a festő, ezért írta latinul a tükör fölé, Jan van Eyck itt járt 1434-ben. Celebráló pap nincs jelen az eseményen, mivel a tridenti zsinatig ez nem volt kötelező. Az Arnolfini és a Szenami család egyaránt a gazdag polgárok közé tartozott. Ez a mű több, mint festmény, inkább házasságlevél. Egy festett dokumentum, ami a vallásosságot és a jóléti életformát igazolja. A vallás rendkívül fontos szerepet kap a nagy műgonddal megfestett környezetben, amely körülveszi a jegyeseket. Ez bizonyítja a tükör keretén lévő 10 jelenet is, Krisztus szenvedéseiből. Maga a tükör is a makulátlan tisztaság szimbóluma. Az egyetlen égő gyertya a hatágú gyertyatartóban Isten szimbolizálja, aki mindent lát és szentesíti a frigyet. A rózsafüzér a menyasszony erényességét sugallja. A kiskutya a hűség szimbóluma. A mezitlábasság a házasság szent kötelékét jelképezi, és a szent földre lépést idézi fel. A korszakban Ádám almájaként ismert, akkortájt nagyon drága narancsok Ádám és Éva ártatlanságára emlékeztetnek, mielőtt elkövették volna az eredendő bűnt. Szent Margit is feltűnik az ágyfán, mint a születés védőszentje. A sárkány az ő hagyományos attribútuma. De ezen a festményen az Arnolfinik a gazdagságukat is ki akarják fejezni. Nézzük csak meg Giovanna ruháját, ami a kor legújabb divatját képviseli. Így a duzzadt has, amely mögött sokan terhességet sejtenek, valójában a 15. századi divat egyik szeszélye. Ugyancsak Van Eyck festette azt az angyali üdvözletet is, ami ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban látható. Szintén divatos volt a lenyírt frufru és a szarvalakú hajviselet, ahogy azt a festő feleségéről készült kép is mutatja. Ma ez a festmény nem csak egy korszakra és annak néhány szokására emlékeztet, hanem a festő különleges szakértelmét is példázza. Jan van Eyck az egyik első olyan festő, aki realisztikusan tudta megjeleníteni a háromdimenziós teret, vagyis a mélységet, a lineáris perspektíva szabályait alkalmazva. Nagy gonddal dolgozta ki a megvilágítást is. Itt a két ablak által kettős oldalfény hatást sikerült elérnie. Az egyiket alig lehet észrevenni, csak a tükörben látszik. Ahogy jó flamand festőhöz illik, Van Eyck megszállottan figyelt a részletekre. A kép minden egyes tárgya az aprólékosság varázslatáról árulkodik. Csodálatos anyagok, gazdagon színezett ablaküvegek, és a fény visszaverődése a tárgyakon. Ahhoz, hogy ilyen széles színskálát nyerjen, egy akkoriban újszerűnek számító technikát alkalmazott, az olajfestést. Jan van Eyck a 15. századi flamand festészetet a korai olasz reneszánsz szintjére emelte. Köszönet Van Eycknek a művészi ecsetvonásokért. Ne feledjék, az Arnolfini házas pár várja önöket a londoni Nemzeti Galériában. Közreműködött Anna Vilella, magyar hangja Szőke Viktória, magyar szöveg Fán Sarolta, szerkesztő Váradi Kalmár Zsuzsanna. A magyar változat a Duna Televízió megbízásából a Z-Videó stúdióban készült.